Huszárok, zászlók, vendégek a Siklósi vár bejárata előtt ünnepi keretek között avatták fel azt a stélét, vagy magyarul emlékkövet, amely egy fontos változást jelenthet a vár és a település életében. Történelmi emlékhelyé nyilvánították Siklós meghatározó építményét. Hosszú folyamat volt egyébként az emlékhely, emlékhelyi nyilvánításnak a döntése vagy előkészítése. Több évet vett igénybe, hál' Istennek minden szakmai szervezet támogatta, de mi is előre menekültünk, mert azokat az elképzeléseket, ami a Siklósi vár felújítására, fejlesztésére irányul, azt már letettük a magyar kormány asztalára. Nyilvánvalóan szisztematikusan haladunk előre, és megyünk a saját utunkon. Én azt gondolom, hogy ezt a mérföldkövet követően 2024-ben születhetne talán legkorábban döntés a Siklósi várral kapcsolatban. A következő 5-6-8 év a Siklósi vár fejlődéséről, fejlesztéséről kell szólnia a polgármester szerint. Ezek elsősorban turisztikai jellegűek lesznek, de a mai kihívásokat is figyelembe kell venniük a működtetőknek, mondja Rigl Gábor. A működtetés üzemeltetés szempontjából is rendkívül fontos innovációkat kell, hogy tartalmazzon, hiszen azt látjuk, hogy az a rezsibum, amit bekövetkezett, az nyilván a Siklósi várat sem kímélte, tehát nekünk a fenntartásban, üzemeltetésben is innovatívnak kell lennünk, és olyan új ötleteket kell bevezetnünk, belecsempésznünk a Siklósi vár falai közé, ami segíti majd a hosszú távú reális fenntartást és működtetést, és ezek mellett természetesen előrelép turisztikában. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója elmondta, a Siklósi vár a 13. század végétől tanúja, részese vagy éppen főszereplője volt a magyar történelemnek. A cím odaítélésével a diákok nagyobb számban érkezhetnek, hiszen annak az élő történelmi oktatásnak lesz a helyszíne Siklós, ahol személyes élményeket szerezhetnek a gyerekek. Ami azt a fajta ösztönös érdeklődést kelti föl bennük, amitől bízunk benne, hogy más helyszínre is el akarnak menni, elmondják a barátaiknak, megosztják a közösségi médiában, akár a feladatok eredményeit, amiben például vannak kis interjúk, kisfilmek, keresztrejtvények, nyomkeresőjáték, és még számos egyéb dolog, minden, amivel a gyerekekre lőni lehet, pozitív értelemben, és aztán utána elmondják a családaiknak, elhozzák ide a szüleiket, aztán utána később, ahogy itt a beszédemben is mondtam, családapaként, családanyaként elhozzák ide a saját családjukat, gyerekeiket. Tehát történjen meg az a fajta horizontális információ áramlás a társadalomon belül, nem mindent fölülről várjunk, magunk is várjunk terjesztővé. Ehhez viszont az kell, hogy legyen valami erős személyes érzelmi kötődésünk ide, ehhez a helyszínhez is. Jelenleg 21 nemzeti és 62 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket különleges emlékoszlopok, sztélék jelölnek. Az emlékhelyek olyan helyszínek, ahol mindenki észrevétlenül szívhatja magába mindazokat az ismereteket, amelyeket történelemkönyvekből sokkal nehezebb elsajátítani. Baranya vármegyében történelmi emlékhely még a pécsi székesegyház, a püspöki palota és a középkori egyetem. A nemzeti emlékhelyek között a Mohácsi csata emlékhelyét és a szigetvári várat találjuk.